csak vasárnap 4 esetben riasztották a tűzoltókat kémény tűzhöz a megyében. Encsencsen, Nyíregyházán, Lónyán és Leveleken a kéményben lerakódott korom ízott. A tűzoltók az ízó részeket kézi szerszámok segítségével távolították el az égés termékelvezetőkből. Személyi sérülés egyik esetben sem történt. A fűtési idényben megemelkedik azon segélyhívások száma, amikor a kéményben lerakódott korom vagy kátrány begyulladása miatt kérnek a Szabolcs megyei lakosok tűzoltói segítséget. A fűtési szezon kezdetétől több mint 30 esetben vonultak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tűzoltói kémény tűzkár eseményekhez. Ez a szám csökkenthető, illetve megelőzhetőek is lennének ezek a káresetek egy kis odafigyeléssel. Ne fűtsünk háztartási hulladékkal, festett, lakkozott vagy nedves fával, ugyanis ezek mérgező gázokat fejlesztenek, másrészt pedig növelik a korom és a kátrányosodást a kéményben. Bár a kémények tűzállóak, a bennük lerakódott korom és kátrány meggyulladhat, ha a kémény felhevül. A hőmérséklet a kéményben néhány perc alatt elérheti az 1000 fokot is. A kéménytüzek többségét a karbantartás, azaz a kéményseprés elmaradása okozza. Spontán kéménytűz az esetek 95%-ában következik be, és a tulajdonosoknak legtöbbször sejtésük sincs arról, hogy megtörtént a folyamat. Hogyha valaki 2 hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány lakódik le a kéményében, mint hogyha egy teljes fűtési szezonban normál fűtőanyagot használna. A lerakódott korom és kátrány a fűtés hatására izzani kezd az égés terméke vezetőben, a kéményben, és akár meg is gyulladhat, és a lakástűzek vizsgálata során megállapítható az, hogy minden 5. lakástűz a kéményben kezdődik. A kéménytüzet a kéményből kiszűrődő morgóhang, a gomolygó sűrű fekete füst, valamint a kicsapó szikra is lángjelzi. Ha a kémény nagyon átforrósodik, meggyulladhatnak a szomszédos faszerkezetek, és egy későn észlelt kéménytűz akár a teljes épület leégéséhez is vezethet. Ha megtörtént a baj, fontos, hogy a kéménytüzet tilos vízzel oltani, a tűzoltóságot pedig azonnal értesíteni kell.